Hát akkor sziasztok ismét. Ma este a korábbi előadáshoz képest kicsit gyakorlatiasabb témáról szeretnék beszélni, ha sikerül. Karakterológia. Emberismeret, önismeret. Két karakterológiai rendszert szeretnék úgy nagyjából felvázolni, tényleg csak amennyi belefér az időbe, tehát tényleg vázlatosan. Az egyik a PASZ, a másik az Enneagram. Illetve még hogyha lesz itt rá idő a végén, akkor egy kicsit az karakterológiába is egy egészen kicsit belemegyek, de valószínűleg nem lesz rá idő, így is nagyon sok minden, amit el akarok mondani. Na akkor karakterológia, először is tisztázzuk a karakter fogalmát, legalábbis amilyen értelemben most használni szeretném. Mert a karaktert, a személyisége és a jellemet azt nagyon sokszor szinonimaként használják. De most itt más a jelentésük. Egy ember pszichéjét hasonlítsuk mondjuk a Balatonhoz. És a jellem az az, amit kívülről látunk rajta. Tehát mondjuk, hogyha egy helikopterrel repülünk a Balaton fölött, akkor látjuk a felszínt, látjuk a vizet, látjuk azt, hogy mekkora, de nem érezzük, hogy hideg vagy meleg a víz, nem érezzük a döglött angolnák szagát, nem látjuk ott a busákat puszkálni a mélyben, és főleg nem látunk semmit a medelből, a fenékből. A személyiség az az én tudatunk, tehát ahogy önmagunkat észleljük, az a felszíni része a mi számunkra belülről nézve, tehát az olyan, mintha valaki benne úszik a Balatonba, már érzik, hogy hideg vagy meleg a víz, hogy nem ér, leér a lába vagy nem, de hogy mennyire mély az, hogyha nem ér le, akkor nem tudja, érzi a döglött angolnák szagát, de a busákat nem látja. És ez alatt, a tudatos én alatt van a tudatalatti. Szokták tudattalannak is nevezni, én nem szeretem ezt a kifejezést, mert az én értelmezésem, a tudat az a nagy egész, ami mindent csinál, ami mindent létrehoz, a külső világunkat és a belsőt mindent, ez ilyen buddhista szempontból való értelmezés a tudat fogalma, és inkább azt mondom, hogy tudatalatti, vagy mély tudat, vagy altudat. És a kettő határa, a tudatos és a tudatalatti, az az attitűd rendszer, az attitűd szint. Ott találkozik a kettő egymással. Az attitűdöket érzékeljük, de nagyon nehezen tudunk rájuk hatni. Az attitűd az tulajdonképpen az önkéntelen hozzáállásunk a világ, az önkéntelen reakciónk a világ dolgaira. Ezen lehet változtatni, lehet valamennyit hajlítani, de nehezebb, mint a, mondjuk a tudatos énünkben, mondjuk a gondolkodásunkon változtatni, de a gondolkodás mintákat megváltoztatjuk. Tudatosan másképpen gondolkodva, akkor az egy idő után kihat az attitűd szintre, és sőt, még nagyon kismértékben és nehezen és lassan, de még a séma szintre is kihathat. A séma szint az már a tudatalattiban van. Ezek azok az általános receptek, amik alapján működünk. De ezeknek már nem vagyunk tudatában, csak a konkrét megnyilvánulásunk. Tehát ezek már ott a busákon részeségben, amik ott muszkálnak. A sémáim, majd próbálok egy-két példát mondani az Enneagramban, hogy melyik karakternek milyen sémái vannak. Mert a karakter az ebben az értelmezésben, amit itt használok, az a személyiségnek a szilárd része, tulajdonképpen a meder. Úgy is mondhatom, hogy a személyiség csontváza a karakter. Ezen nem lehet változtatni. Ennek csak közvetve lehetünk tudatában, ahogy az megnyilvánul a személyiségben, akár látható jellemben is. Közvetlenül nem tudunk róla értesülést szerezni, és nem is lehet rajta változtatni. Azon lehet változtatni, hogy egy adott karakter, vagy egy adott karaktervonás hogyan nyilvánuljon meg a személyiségben. Tehát az is hasonlíthatnám mondjuk, hogy van egy bokor, aminek a gyökere vagy a töve a karakter, azt nem lehet arrébb tenni, de minél feljebb jövünk, minél magasabb szintre, annál jobban tud erre vagy arra hajlani. Na, és akkor mindjárt rá is térek a PASZ-ra, és ott látszani fog a különbség a karakter és az eredő személyiség között. A PASZ az a Personality Assessment Systemnek a rövidítése.
Ezt egy John Gittinger nevű pszichológus dolgozta ki az 50-es, 60-as években a CIA-nál, ez az MK Ultra projekt keretében történt, tehát a manuál programozásban használják a mai napig is a PASZ-t. A PASZ az egy nagyon egyszerű rendszer, látszólag, mert tulajdonképpen csak annyit csinál, hogy egy háromdimenziós rendszerben ez az EI tengelyezítve, ezeket nem kell, hogy látszák a kamerák, mert ezeket majd bevágom, az EI tengelyez az én kimagasló grafikai készségemet dicséri, ez a mélység akar lenni, tehát kint bent irányul, tehát egy ilyen háromdimenziós rendszerben helyezi el valahol az embert. Tehát tulajdonképpen három paraméterrel leírható a PASZ karaktere egy embernek. Most itt, amit használnak más klinikai alkalmazásban, pszichiáterek, pszichológusok, az nem egészen az a rendszer, amit el fogok mondani, mert az eredő személyiségben megjelenő, ezt normál karakternek is nevezik, most itt a karaktert nem úgy értve, ahogy eddig mondtam, tehát ez a PASZ normálja van egy embernek, ebben benne van a személyiség fejlődésnek a hatása, és benne vannak a külső hatások, stb. Ami az alsó karakter szinten van, azt nevezik primitívnek. Ebben az értelmezésben, tehát az a PASZ primitív, én erről fogok beszélni, és ott egy picit mást jelentenek a tengelyek. Most a mondani programozásban a primitíveket használják, ennek az is az előnye, hogy mert a klinikai alkalmazásban teszteket csináltatnak az emberrel, és az alapján derül ki, hogy hol helyezhető el a PASZ térben. Viszont a mondani programozásnál meg azt csinálják, hogy EEG-t tesznek az ember fejére, hát nem olyat, mint amit normál esetben használnak, hogy sokkal több elektróda van, és képeket vetítenek az alanynak, és az erre adott agy tevékenység válasz alapján lövik be azt, hogy hol van a rendszerben. Ennek két előnye van, az egyik az, hogy nem tud az ember tévedni vagy hazudni a tesztnél, tehát a rossz ismeret például nem lehet gátja a helyes eredménynek, a másik pedig az, hogy ezt kisgyerekeken alkalmazzák a normál programozásnak, adott esetben még beszélni sem tudnak, nem, hogy bármilyen tesztet kitölteni, tehát akár már másfél éves korban is meg lehet határozni, hogy hol van a rendszerben, hogy ilyen szempontból mik az erősségei, milyen irányba lehet fejleszteni, milyen karriert lehet szállni neki, legalábbis az elsődleges alternak, amelyik az idő nagy részében a testet birtokolni fogja. Most a programozás rejtelmeiben nem megyek bele. Lássuk a három tengelyt, amit mondtam, hogy kintben tengely, ez tulajdonképpen tényleg az, tehát az internalizáló-externalizáló tengely. Ez nagyon hasonlít a közismert introvertált-extrovertáltra. Tulajdonképpen lényegében majdnem ugyanarról van szó, hogy nagyon kis különbség van, de hogyha mondjuk valaki erősen introvertált, azt látjuk, akkor az internalizáló tengelyen is ott lesz. Az internalizáló irányba fog erősen tendálni. De most ugye ez nem olyan, hogy valaki vagy internalizáló, vagy externalizáló, nyilván valamelyik térfélre esni fog, de ennek fokozatai vannak, tehát mondjuk lehet azt mondani, hogy valaki mondjuk 70% internalizáló, 30% externalizáló. De nagyjából középen lehet lenni a rendszerben. Tehát olyan van, hogy valakinél nem egyértelmű, mert nagyjából 50%-on van. 100%-os az viszont nincsen egyik tengelyen se, az nem működik. Tehát egy 100%-ig externalizáló ember, az egy állat lenne. Még egy 100%-ig internalizáló, az egy növény, bár az növény se 100%-ig internalizáló, mert az is ugye, a tudatában van a környezetében. Neki, illetve interakcióba kerül a környezetébe, tehát olyan nincs, ami 100% internalizáló. Az valamilyen kómában lenne, vagy ilyesmi. Bár tulajdonképpen az életünk egyharmadát értem az üzemmódban töltjük, tehát amikor alszunk, akkor tulajdonképpen 100% internalizálók vagyunk. Tulajdonképpen. Na, másik tengely, az RF tengely, ezt az angolban regulatednek nevezik, vagy rigidnek. Hát ez a szabályozott, vagy merev tulajdonság, és ezzel szemben van a flexibilis, flexible hajlékony. Egy
erősen erres karakter, az nagyon szabálycentrikus lesz például. Tehát nagyon ragaszkodni fog a szabály, a szabály, ez lesz a jelszava az életben. Nem úgy van, hogy ha én vagyok a szabályért, az lesz az alapvető hozzása, vagy sémája, a séma szinten ez így fog megjelenni, hogy a szabályt ott be kell tartani, még egy flexibilis az fogja mondani, hogy a szabály van, értem, és ha kedvem van, akkor megváltoztatok. Az erres karakter, az hasonló módon jól tűri a monotonitást is. A monoton ismétlődését a dolgoknak. Az F-es az nem szereti, és nem is kell, sőt kerüli az ilyen helyzeteket, ahol monoton tevékenység van, vagy monoton ingerek érik. Ennek megvan az a hátránya, hogy nehezebben tud tanulni, mert ugye ismétlés a tudás anyja, tehát az R karakter az könnyebben tud megtanulni, asszimilálni, mert egy kész tudást. Míg az F-es, és az R-es tud úgy is tanulni, hogy nem kell, hogy értse azt, amit tanul, egyszerűen ismétléssel megtanulja. Míg az F-esnél alapvető, hogy érteni akarja a dolgokat. Ezt a Fritz Springmeier, a Manual programozásról, aki a nagy könyvet írt, ugye volt is érte börtönben egy pár évet, ő egy olyan példát hozott, ez nagyon jó, hogy mondjuk például egy R-es könnyen meg tud tanulni zongorázni. Egy adott hangszeren játszani, a zongorát írta, hogy könnyen meg tud tanulni egyszerű ismétléssel. Tehát odaül, elé teszik a kottát, és akkor gyakorol, addig, ameddig le nem tudja játszani, akkor másik kotta, stb. Eleve kottából fog játszani az F-es. Tehát könnyen tud egy viszonylag magas technikai szintet elérni, ugyanakkor viszont a nagy, kimagasló zongora művészek jellemzően F-esek lesznek, akiknek a gyakorlás kényszenvedés volt. De egyébként más területen is találjuk meg őket inkább, ugye, ha már ennél a zenész példánál maradunk, az R-es mondjuk inkább a komoly zene irányába fog tendálni, a kottából kell játszani, és akkor az nagyon magas szinte viszi, nagyon jól tud majd blattolni, hogy csak elé tesznek egy kottát és kapásból lejátsz, az F-es az nem szeret kottából játszani. Az F-es az eleve nem szereti és nem is tudja, tehát inkább a rock zenébe, könnyű zenébe fogjuk megtalálni, nem szereti és nem is tudja kétszer ugyanúgy eljátszani az adott dolgot. Az F-es nem tud kétszer ugyanúgy megfőzni egy ételt. Nem is akarja egyébként, de akarná se tudná. Az F-es az nem főz receptből, vagy nem nagyon jellemző rá. Az R-es az a receptet követi, de is mindig ugyanazt a minőséget tudja hozni újra meg újra. És nem gátolja őt, vagy nem frusztrálja őt a kreativitása, elfolytása, aki nem éri meg azt, hogy neki mindig ugyanúgy kell megfőzni egy adott ételt. Ha egyszer sikerült jól, hogy az film, akkor az úgy jó, és akkor úgy akarja csinálni mindig. Na, hogy nem tudom, nagyjából azt gondolom, hogy így érezhető, hogy mi a különbség a kettő között. És akkor a harmadik tengely, az adaptív uniform tengely, ez az, amit a legkevésbé szoktak érteni. Még Springmeier is szerintem rosszul határozza meg, mert ő úgy határozta meg, mint egy szóval, hogy ez karizma. Most szerintem a karizma az ennél sokkal többen múlik. Tehát attól, hogy valaki adaptív, attól nem biztos, hogy karizmatikus lesz, mert ez egyéb karaktervonások függvénye, és például az önbizalomtól nagy mértékben függ, majd ezt a Enneagramnál nagyon fontos szerepe lesz az önbizalomnak. Én inkább úgy írnám le ezt a tengelyt, hogy van ez az amerikai ez a mondása, hogy senki nem tudja pontosan, hogy honnan származik, a lead follow or get out of the way. Tehát vezess, kövess, vagy félre az útból. És inkább ezzel lehetne jól leírni ezt a tengelyt, hogy valaki minél adaptívabb, annál inkább hát vezető szerepre attól függően törhet, de attól függ, hogy vezető szerepet be tud-e tölteni, hogy mennyire karizmatikus. Tehát, hogy mennyire hajlamosak mások követni őt, de ő másokat nem annyira tud megszeret követni, ő öntörvényű, önfejű, a saját feje után megy az adaptív karakter. Míg az uniform, az aki senki nem szereti, hogyha megmondják neki, hogy mit csináljon, meg mit gondoljon, de az uniform az igényli. Akkor érzi magát biztonságban. Ő a nyájember, úgymond, aki szeret a minél uniformabban, már inkább szeret a tömeggel együtt menni. És mások... Volt erre egy kísérlet, ezt röviden elmondom, hogy beterelnek egy szobába egy tucat embert,
és van két nagy tégala felrajzolva egy táblára, az egyik jól láthatóan nagyobb, mint a másik. Nem olyan, hogy háromszor akkor, de azért úgy egyértelműen jól láthatóan nagyobb az A, mint a B. És akkor elkezdik kérdezni az alanyukat, hogy melyik szerintük a nagyobb. És akkor mindig azt mondja, hogy B, 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 mert ezek mind beépített emberek, és csak az utolsó az, aki a tényleges kísérleti alany. És 10 emberből 9 azt mondja, hogy B, pedig látja, hogy az A a nagyobb. És aztán utólag megkérdezik tőle, hogy miért mondta azt, hogy B, amikor látta, hogy az A a nagyobb, akkor hát az egyik az, hogy nem mert a többiekkel szembe menni, a másik pedig az, hogy azt gondolta, hogy biztos, hogy ő téved. Hát nem lehet az, hogy ez a sok ember ez mint téved, akkor biztos, hogy ő téved. Tehát akkor inkább azt mondja, ami ellentmond a saját tapasztalatának, mert a tömeg bölcsességében úgymond jobban megbízik. Erről már beszéltem egy korábbi előadásban is a Bolyafészekben, hogy az ember hajlamos arra, hogy a valóságot, amit észlel a valóságból, azt a többi emberrel egyeztesse, mert több ember nehezebben téved, mint egy. Tehát aki mondjuk adaptív karakterben ismer magára, az ne kezdjen nagyon büszke lenni annyira, hogy na, a birkák, én magam. Mert ez kell ahhoz, hogy ez az arány, ez a 10%, 9% körülbelül, nem tudom, hogy mennyire reprezentatív ilyen szemben a teljes társadalomra nézve ez a kísérlet, de körülbelül egy ilyen arány kell ahhoz, hogy a társadalom mint olyan működni tudjon. Hogyha ez fordítva lenne, és 90% adaptív lenne, és 10% uniform, akkor a társadalom létre se jöhetne, akkor egy totális, örökös káosz és anarchia és vérfürdő lenne. Hogyha az emberek 90%-a a saját feje után akarna menni. Na, hát akkor nagyjából ennyit a passzról. Lehet, hogy majd fogok egy kicsit ugrálni, hogyha még valami eszembe jut, meg a karakterek között is, majd ha az Enneagramot leírom, akkor ott is kell, hogy ugráljak néha egy kicsit, de majd remélhetőleg világossá válik. Teljesen nem fog világossá válni egyébként, csak hogy mindenkit biztassak, hogy végüljük itt ezt a 2 órát, és a végén homályos lesz. Az igazi Enneagram tanfolyam az ott kezdődik, amikor az ember kimegy az életbe, és ezekkel az alapismeretekkel felvértezve megpróbálja azonosítani az egyes karaktereket, és megfigyel őket, és attól kezd igazán kipisztulni az, hogy miről is van itt szó. Az Enneagram eredete az bizonytalan. Tehát nem lehet pontosan megmondani, hogy ki, mikor, hogyan hozta létre. Elég mély gyökerei vannak, akik ezt is mindenáron az ókori Egyiptomba akarják visszavezetni. Biztos, hogy már voltak ott is ilyenfajta karakterológiai rendszerek. Ha más nem az asztrológiát, az egy időst az emberiség, az is egy karakterológiai rendszer, csak nem úgy használják. Van mindenki arra kíváncsi, hogy mi lesz jövőre, lesz pénz, vagy nem lesz, vagy meghal a nagymama, vagy él, vagy mi lesz. De hogy konkrétan az Enneagram, általában a szufi misztikusokig szokták visszavezetni, de vannak, akik még tovább a 4. században egy Evagrius Ponticus filozófushoz is vissza szokták vezetni, de az ő karakterológiai rendszerű nem egészen ez volt. Mindegy, a modern korban az Enneagramot, akik igazából feléreztették, és akiknek az iskola rendszereit követők ezzel foglalkozni kezdtek, az Oscar Ihazó, ha jól mondom ki, bolíviai, ő volt az, aki a 9 karakternek a megnevezését, illetve az alapvető leírását hát közre adta, és a tanítványaink keresztül ez elterjedt. Illetve a másik, a Gregory Ivanovich Gurdzsijev, neki tulajdonítják ezt az ábrát, amit látható, ezt a 9 ágú csillag tulajdonképpen. Ez a 9 alapvető karakter, amire az embereket osztályozza az Enneagram, ezek közöttük ez a borzalmas pokháló, ami itt látható, az összevisszaság. Jó, hogy nem egészen látszik. Jó. Ezek a stresszmozgások és a szívmozgások, majd mindjárt mondom, hogy azok mik. Tulajdonképpen
Ez a pókháló két részből áll, az egyik az egy egyenlő oldalú háromszög, ez a 3-6, 3-6-os 9-es, ezek egy zárrendszert alkotnak. És a másik hat karakter pedig ez az 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, ez a körbe járható valami. Ezek a stressz mozgások ebben a sorrendben. A másik irányban vannak a szívmozgások. Azért így szokták általában, lehet a másik irányba is nyilazni, azért így szokták nyilazni, mert ez tulajdonképpen érdekes módon megfelel a 7 reciprokának a tizedes értékeinek, tehát 1 osztva 7 az 0,1428,57, 14,28,57, stb. A stressz mozgás az annyit jelent, mint a neve is mutatja, hogyha egy karaktert, ezekre majd fogok próbálni konkrét példákat mondani az egyes karaktereknél, egy karakter stressz helyzetben nem egészen úgy viselkedik, mint a saját karaktere, hanem felvesz bizonyos tulajdonságokat a stressz mozgásnak megfelelően. Tehát egy egyes, mondjuk stressz helyzetben négyesként fog viselkedni. Egy 9-es stressz helyzetben 6-osként, és így tovább. És ennek a fordítottja is igaz, tehát mondjuk a 6-osnak a szívmozgása a 9-esbe vezet. A szívmozgás az tulajdonképpen a stressznek az ellentéte. Akkor, amikor jól érzi magát, amikor egy biztos, egy magabiztos, egy megnyugodott helyzetben van, akkor, amikor nagyon vágyik valamire, például amikor szerelmes, tehát vannak ilyen helyzetek, amikor egy ilyen magas érzelmi töltöttség, vagy főleg lelkesedés hatására tud elmozdulni a szívmozgás irányába. Na most, az Enneagram onnantól, hogy a 20. században így feléreztette ez a két ember, onnantól ezek főleg ilyen spirituális iskolákban jelentek, mert ez a spirituális társaság nagyon rászállt az Enneagramra, és innentől kezdve ugye más meg nehezen mer hozzányúlni, mert akkor az ilyen ezoterikus dolog, tehát innentől a pszichológusok, pszichiáterek is inkább hanyagolják, a jezsuiták is használták régen, mint ők, főleg a bűnök szempontjából, hogy melyik karakternek mi a gyengéje, mik a jellemző bűnök, a hétfőbb bűnből melyik jellemző, és a többi. Csak úgy használták például gyóntatásnál. Aztán már az egyház mondta, hogy hát ezt nem kéne, mert ugye ezek az ezoterikusok jöttek, aztán összeezotériázták ezt az egészet, és innentől nem merünk hozzányúlni, mert mi is összeezotériázódunk. Az Enneagram olyan szempontból nagyon hasznos, mondjuk a PASZ-hoz, vagy az asztrológiához képest, hogy nagyon sok, hogy nem kell hozzá EEG, meg nem kell hozzá születési dátum, meg életesemények, meg stb., hogy beállítsuk a mondjuk a születési képletét az asztrológiára, hanem nagyon sokszor ránézésre meg lehet mondani azt, hogy valaki milyen karakter, megfelelő gyakorlat birtokában. Itt most egy kivétellel csak 6-osok vannak, mint 6-osok vagyunk, ott van az egy kivétel, egy 7-es. Igen. Van egy erős 6-os szárnyat, de igazából az Enneagram is olyan, így ezekben az ezoterikus körülben, mint az asztrológia, hogy sokan beszélnek róla, meg sokan meg akarják tanulni, meg is tanulták, olvasnak róla könyvet, főleg, hogy ma a világ eleve tele van 6-osokkal. A 6-os a leggyakoribb karakter ma a világon, az 5-ös talán a második leggyakoribb, abból is nagyon sok van. És az ezoterikusoknál meg még sokkal több a 6-os, tehát az aztán tényleg annyira dominálnak a 6-osok, és a 6-os az olyan, aki annyira fejben él és annyira elméleti ember, és ilyen is neki áll könyvből megtanulni. Tehát megtanulja olvasokat, mit tudom én az Enneagramról, és akkor megpróbálja megérteni, de ezt így nem lehet megérteni, ez kell egy adottság, valaki vagy látja ezeket a karaktereket, rá tud érezni egy alapinformáció elsajátítása után, vagy nem. Legtöbben nem, meg félreértik, meg stb. Ez nem is mindig baj, mert ugye hát ezt is használják úgy, hogy mondjuk hogyan kell valakinek devizahitellel adni. Erre is lehet használni az Enneagramot, tehát visszaélni is lehet vele.
Az enneagramot annyira nem értik sokszor, hogy van egy alapvető paraméter, amit egyáltalán nem vesznek figyelembe. Tehát akár itt egy egész könyvet is megírnak, nem olvastam az enneagramról könyvet, valószínűleg nem is fogok, de beszélnek, tartanak róla egy két órás előadást, vagy mit tudom én, egy táblázatokat írnak, hogy melyik karakternek mi az erőssége, mi a gyengéje, ez a stb. És egy alapvető paramétert egyáltalán nem vesznek figyelembe, ez az, amit már említettem, az önbizalom. Úgy működik a rendszer, hogy a 9-es van legfelül, neki van a legmagasabb önbizalom, a 10-es kellene 10-es önbizalma van. És ahogy jövünk lefelé, úgy csökken az önbizalom. És ahogy egyre kevesebb az önbizalom, úgy lesz egyre inkább meghatározó a karakterben, úgy lesz egyre inkább egy olyan paraméter, ami az egész karakter működését meghatározza. Majd, ha elmondom a 9 karaktert, akkor ezt talán jobban látszani fog, el is kezdem, hogy ne húzzuk az időt. Az 1-es a törvénytevő. Szerintem ez a legjobb megnevezés, szokták nevezni is, hogy a főnök, ez nem annyira találó, a 8-as is szokták főnöknek nevezni, meg vezetőnek. Perfekcionistának is szokták nevezni, hogy mennyire perfekcionista az attól is függ. Például, hogy az RF tengelyen hol van, egy RS az jobban perfekcionista lesz, mint mondjuk egy FS az rugalmasabb az elképzeléseiben. Reformernek is szokták nevezni, tehát a reformer az leginkább is ugye reformer, tehát általában az egyes nagyon konzervatív, valamiféle múlt béli világ az, ami irán nosztalgiát érez, hogy akkor még minden jó volt és oda kéne visszamenni, ez lehet egy pár száz évvel ezelőtti bolgári világ is, vagy lehet az ókori Egyiptom, vagy a középkor, vagy akármi. Szóval, ami a legjobban meghatározó szerintem megnevezés, az a törvénytevő. Ő a főnök, ő a megmondó ember. Ő az, aki megmondja azt, hogy mihez tartsd magad. Nem hosszas magyarázatok formájában, mint mondjuk egy adaptív hatos, aki szintén szereti nagyon az észt osztani, de úgy teszi, hogy megmagyarázza a magyarázatnak a magyarázatát, és az egyes az nem, az kinyilatkoztat, jó sarkosan. Aztán, hogyha nem értik, vagy félreértik, akkor meg ugye a másik a hibás, hogy miért nem úgy értett, hogy rossz füllel hallgatott, és stb. Az egyes, opá, elfelejtettem még, mert nem emelazoltam be az ábrára, meg egy nagyon fontos dolgot, hogy a 9 karaktert lehet 3 csoportra osztályozni. A felső 3 karakter, ők a düpontos karakterek, ez ilyen francia szakifejezésnek hangzik, de vajon magyarul van, ezek a düpontos karakterek, tehát, vagy düvezélet, vagy simán düves karakterek. Itt nem azt kell érteni, hogy egy állandóan mérges, vagy haragszik, vagy ilyesmi, hanem mondom, ez a karakter szinten van, tehát a tudatalattiában működik egy düh, és az vezérli folyamatosan, az vezérli az egész életét, az élete történetében tulajdonképpen bonyodalmat az hozza létre. A düh, az ösztönök, az indulat, a testiség, a cselekvés szintjén vezéreltek ezek a karakterek. És igen, ez a 3 a dühös, ezek a 2-es, 3-as, 4-es, ők inkább szívvezérelt karakterek, érzelemvezérelt, egóvezéreltnek is lehetne nevezni őket, ők nagyon erőteljesen önmaguk körül forognak, imidzseseknek is szokták nevezni őket, főleg a 3-as, az aki az imidzses, majd látni fogjuk. És a középsők, ezekben a 3-as csoportokban a középsők a generalizált karakterek. Tehát a 9-es, mondjuk a 6-os az generalizált félelemvezérelt karakter. Tehát amíg a 7-esnél, az 5-esnél pontosan meg fogjuk tudni meghatározni, hogy mitől fél a tudatalatt, és mi az a félelem, ami mozgatórugó az életében, a 6-osnál ezt nem lehet megmondani, ő mindentől fél, magától az élettől fél. Persze ez nem mindig konkrét félelem érzettel jár együtt, ez a tudatalattiban működik.
nagyon konkrét karakteret mi látni fogjuk. Szóval visszatérve az egyesre, az egyes dühös karakter. Most miért dühös az egyes? És miért ilyen akarnok és diktátor? Azért, mert az egyesnek az erőssége az az, hogy van egy nagyon jó képalkotó képessége. Tehát belül egy nagyon jó belső képeket, nagyon jót, könnyen tud határozott, tiszta belső képeket alkotni. Csak hogy ezek a belső képek soha nincsenek fedésben a külső képpel, és ezért dühös. Ez az, amitől folyamatosan dühös és pusztált, és ezért gyötri és zsarolja folyamatosan a külvilágot, hogy valahogyan alakuljon már úgy a dolgok, hogy végre fedésben legyen a belső kép a külsővel, de persze soha nem lesz pontosan fedésbe, úgyhogy ezért mindig dühös marad az egyes. És mindig mondja, hát az, hogy mondja másoknak, hogy mit kéne, azt mondja, hogy mit kéne csinálni, konkrétan diktál vagy parancsolgat, ez attól is függ, hogy mennyire adaptív vagy uniform. Mondjuk a dühös karakterek általában inkább az adaptív térfélen működnek, vagy ott találhatóak. Egy uniformabb egyes az nem fog parancsolgatni, nem fog dirigálni, inkább csak megmondja a véleményét mindenről, hogy minek, hogy kéne lenni szerintem, de nem konkrét utasítás formájában. Meg fogok mondani, meg mutatni példákat. Most az egyesről fontos tudni azt, hogy bár dühös és nagyon nagy önbizalma van, és ezért nagyon nagy mellénnyel meg tudja mondani a megmondást, de igazából neki csak a szája nagy. Tehát, hogyha a konfliktus kezelő képessége nem olyan jó, meg nem is szereti annyira a konfliktus, mondjuk ilyen szempontból különbözik a 8-assal. A 8-as megkapja magáét, mert mondja magáit, aztán megkapja a magáit, akkor ő elemében van, hogy na, gyere emberedre akadtál, játsszuk le. Az egyes az addig mondja, amíg beleszalad egy pofásba, aztán akkor stressz mozgással lemegy négyesbe, elveszti az önbizalmát, és belül egy sarokba sírni, hogy jaj, engem bántanak. Ugye, mondjuk, hogy mindjárt hozzak egy sarkalatos példát, hát kérdezünk, Kovács Ákos. Egyes karakter. Mondja a magáét, mondja, és aztán megkapja a magáét azoktól a bizonyos öröktől, megkapja magáét a feministáktól és egyéb transzhumanistáktól, ez pont abból van ez a kép, abból az interjúból, ami miatt a nagy botrány volt, és akkor aztán nem tudom, el akar menni az országba, amikor nácinak nevezik, meg mit tudom én, tehát akkor vége a világnak. Akkor belül egy sarokba sírni, mint mondtam. Na most, ha már így vetítek egy egyest, van még néhány, az egyest honnan lehet megismerni? Most itt az egész aszkérdés, hogy jól eltaláltam, hogy dühös az egész aszkérdés, és egyébként ezekben a dühös karakterekben így akkumulálódik, gyűlik a düh, tehát ahogy egyre idősebbek lesznek, egyre dühösebb lesz a pillantásuk, és ahogy sokszor még az aszk kifejezéseik is. De nem elsősorban a düh az, ami látszik a szemükben, mert minden karaktert a pillantásáról lehet felismerni, hogy hogyan néz. Az egyesnek gyakran szigorú pillantása van, de ha nem is szigorú, akkor, és ezt már kicsit nehezebb észrevenni az árnyalatok, szuggesztív pillantása van. Tehát van, megfigyeltem, hogy gyakran a szemüknek van egy, az alsó szemhéjuknak egy ilyen mély ívelése, és attól van egy ilyen szuggesztív, most ezt ilyen próbálom, nem látszik ki a fehérje, mint nekem, az mást jelent, ha valakinek kidátszik a fehérje, az azt jelenti, hogy pszichés erőtartalékainak a végére jár. Neki nem látszik ki a fehérje alapból, de akkor is egy ilyen jellegű pillanatás, most nagyon sokszor így alulról néznek, így lentről nézve szuggerálják bele az emberbe a dolgokat. Terézanya. Na, ez például tipikus példa, Terézanya, mikor egy ilyen enneagram leírásra találkoztam, Terézanya mindjárt belőtték kettesnek, mert hogy ő nagyon adakozó, meg segítő, meg ide, és akkor biztos, hogy kettes. Hát van egy erős, volt egy erős kettes szárnya, de itt látható a szemén, majd ez bizonyos gyakorlás után nyilvánvalóvá válik, hogy bizony Terézanya egy egyes volt. Na, itt van, ezt akartam először vetíteni, mindegy, itt vagyunk, itt van az iskola példája az egyes pillantásnak. Pap Lajos. Meg van itt egy kicsit az aggódó a nézés is.
Babravis olyan abból a szempontból is jó példája az egyesnek, hogy ilyen nagyon, az egyesnek gyakran egy nagyon nagy tartása van, ilyen nagyon, nagyon erkölcsös, nagyon fel lehet rá nézni, és nagyon sokszor, hogyha egy kicsit benézünk a dolgok mögé, akkor ki, hogy amikor mások nem látják, akkor nem mindig annyira erkölcsös, meg nagyon szigorú elvek szerint él, hanem szoktak lenni biztonságban. Nem mindig van, de szoktak lenni biztonságban. Hát egyes férfiakra például nem annyira jellemző a hűség. Olyan szempontból igen, hogy a kalandozik egy sort, utána mindig visszamegy az asszonyhoz, de hát azért az a kalandozás, az kell neki. Hát a nyolcas megkurvázik. Nem mindegyik, tisztelet a kivételnek, de elég gyakori. Szebes már, itt is megvan az alulról nézés. És a szuggesztív pillantás. Tarlós István. Nagyon... Próbáltam olyan ismert embereket találni, magyar és külföldit egyaránt a karakterekhez, ahol az eléggé tipikusan átjön, könnyen azonosítható a pillantás. Vladimir Putin, ő is egyes. Antal József, egyes volt. Nem túl jó minőségükét. Géci Gábor. Nagyon lentről tud nézni, mikor magyaráz. Nagyon lentről. Most így első ennyit az egyes, hogy illetve annyit még, hogy az egyes hogyan tud fejlődni, mondjuk, vagy hogyan tud egy kicsit kikerülni ebből azokból a nehézségekből, amikbe jutatja magát ez a viselkedéssel, ahogy a személyiség szintjén megnyilvánul. Hát, pontosan a nyugalommal, a derűvel, a békességgel és az elfogadással. Tehát ez az, amit nehéz, amit nagyon nehéz az egyesnek, viszont így tud fejlődni, hogyha egy kicsit próbál arra ráerősíteni, hogy növelje magában az elfogadásra való képessége. Na, a kettes az a segítő. Szokták nevezni adakozónak, támogatónak. A kettesnek az a mániája, hogy ő mindig jót akar tenni másokkal, ő mindig segíteni akar, ő mindig adni akar, de, mint mondtam, ő imidzses karakter, vagy érzelemvezért vett neki a szeretet a minden adni és kapni. Tehát ő nem teljesen önzetlen, hanem a kettest az mozgatja, hogy azt akarja, mindegyik azt akarja, a kettes, hármas, négyes, mind a három ego vezéret azt akarja, hogy őt szeressék. A kettesnek még azért van önbizalma, tehát ő úgy áll neki ennek, hogy szerethető tulajdonságokat kifejleszteni önmagában. Elsősorban az odaadáson keresztül. De azért mindig azt várja, hogy ez valamilyen módon kompenzálódjon. Szeretetet akar és figyelmet akar. Ezek mind figyelmet akarnak. Hát egyébként minden emberre jellemző, de a 2-es, 3-as, 4-esre különösen, hogy nagyon szeretne. Nagyon szeretné olyan mértékig is akár, hogy a 2-es például a hajlamos a figyelembámpírságra is. Tehát amikor rátapad az emberre, és érezni, hogy így szívjon az emberről a figyelem energiát. És rá kell figyelni, hogy mondjuk egy primitív kettest. Egy primitív kettes az mondjuk például úgy nyilván meg, hogy így bögdös. Tehát a normális esetben ugye az ember egy beszélgetésnél mondjuk úgy fél percenként teremt egy-két másodpercen kontaktus. Na a kettes ezt nem lehet, az ilyen kettes ezt nem lehet megcsinálni, rá kell figyelni, fog egy pillanatra másfél nézzel meg, és hallod. A másik hasonló ilyen dolog, primitív kettesnél, ott nagyon tetten érhető, hogy benyújtja a számlát kőkeményen és nyíltan. Felhánytorgatja, hogy amikor én ezt tettem, meg azt tettem, érted, és bezzeg, és ez a hála, és... Na, egy magasabb szintű kettes az már ezt nem csinálja, és a legmagasabb szintű kettes az, aki valóban önzetlenül ad. Tehát nem vár érte semmit, hanem ki tud fejleszteni egy olyan szintű önzetlenséget, hogy nem érdekli, hogy az se, hogyha legöbbig érte. Egyébként a kettes nem mindig számításból ad, hanem ez a séma rendszerének a része az, hogy mint ahogy az egyesnél például a séma rendszernek az egyik fő, az, hogy
hogy igazítani próbálja a világot a saját elképzelés szerint. A kettesnél az egyik vezérség ma az az, hogy van. Tehát, hogyha szembe jön vele egy hajléktalan, akinek még hiányzik 100 forint, hogy meglegyen a pénz a kannásborra, akkor adja neki a 100 forintot, nem érdekli, hogy soha többet nem látja azt a hajléktalant, vagy lehet, hogy 200 kerületnek volna, és még húzza is a száját a százasra. Nem arra megy, hogy őt most ezért szeressék, vagy elismerjék, hanem egyszerűen reflexből van, mert ez a sémája neki, és ebben tud kiteljesedni. Ekkor érzi azt, hogy ő az, ami megvennie kell. Na. És érdekes módon a kettes nagyon alázatosnak tűnik, de nagyon sokszor inkább csak alázatoskodó vagy megalázkodó. És pontosan a valódi alázat az, amin keresztül fejlődni tud. És nem mondtam a szárnyakat, hogy még bonyolultabb legyen a dolog. A kettes egyébként azért is veszélyes, mert például a stressz mozgása a 8-asba vezet, tehát ha nagyon bestresszeljük, akkor átmegy 8-asba, és akkor jaj lesz mindenkinek. Remélem, hogy eljutunk a 8-asig még ma este. A szárnyak az csak annyi, hogy általában egy karakter nem tisztán az, ami, tehát egy kettes mondjuk nem csak kettes, hanem lehet neki egy egyes szárnya és vagy egy hármas szárnya. Hát van mind a kettő, tehát mindig a szomszédos karakter az, ami felé szárnya van. Ez lehet erősebb is, meg lehet gyengébb is. Tehát az, hogy nem tisztán kell, mondjuk egy kettesnek van egy erős egyes szárnya, akkor egyes tulajdonságok lesznek rá jellemzőek. Alapvetően kettes, de átjárja őt valamilyen mértékben az egyes. Is. Lehet valakinek, tehát ezt is szokták azt, hogy még jobban felosztják a rendszert, hogy na akkor gyenge egyes szárnya, már ilyen nevet adnak neki, és így írják le, erős egyes szárnya, meg még inkább közelebb van az egyes, de mi van, hogyha mondjuk egy kettesnek az egyes szárnya is erős, meg a hármas szárnya is erős, akkor hova tesszük a rendszerbe? Azért nem érdemes ezt jobban feldarabolni ennél. Na akkor pedig kell, hogy Bőjte Atya, kettes. A kettesnek a pillantása, a kettesből alapvetően van a nagyon tipikus kettes, onnan lehet megismerni, hogy általában egy ilyen vékony, régies alkat, nagyon kifinomult mozgása, nagyon jól is tud mozogni, általában nagyon jól tud táncolni, meg egy taktilis alkat. Ez a fajta kettes. Általában ezeknek erős hármas szárnyuk van, tehát ezek érintenek, ez az, aki állandóan ölelget, meg így fogdos, meg simogat, meg izé, és néha ilyen furcsa, de azért, mert ilyen, tehát az érintésen keresztül tud kapcsolódni, azon keresztül veszi birtokba a világot. Neki nem tudsz megmutatni egy bármilyen tárgyat, most így hirtelen nem tudom, tehát amit nem kell közelről megnézni, akkor is el akarja venni, és meg akarja fogni, mert akkor tud vele hozzá kapcsolódni. Ez a taktilis alkat most már az Ericssoni modellben nem tudják bele. De arról is írtam korábban. De nem minden kettes ilyen egyébként. Mondom, ezek általában azok, akiknek hármas szárnyuk van. Majd a hármast mindjárt mondom. De egy kettes az lehet vizuális alkat, lehet, hogy semmilyen ilyen hármas tulajdonság nincs benne. Egy szakadt formátban mászkál, vagy akármi. Na, mindjárt mondom a hármast, és akkor érthetővé válik. Na, Dionysus az is kettes. A kettest onnan lehet megismerni, ez most itt jó ebből a szempontból ez a kép, hogy ilyen kicsit olyan nehezen megfogható, misztikus pillantása van. Michael Jackson direkt, hanem még nem szétplasztikázott korából, fiatal korából. Választottam egy képet, Michael Jackson is kettes volt, Prince. Kettes. De nem vagyok teljesen biztos, hogy kettes, de valószínű a Tom Hanks. Na, hol vannak a többiek? Na itt van, jó. Nem tudom, hova ugrottunk. Freddie Mercury is kettes volt. Keanu Reeves egyértelmű kettes. Nem tudom, hogy így mennyire jön át a párhuzam a pillantásokban. Michael Jackson, igen, nem tudom miért ugrott ekkorát Michael Jacksonra, nagyon akartam már a gép, hogy Michael Jackson sorra kerüljen.
A hármas. A hármas... ő is azt szeretné, hogy őt szeressék, mert figyelmet akar, meg elismerést. Neki már kevesebb az önbizalma, már nála már megjelennek az önbizalom problémák, és ennek megfelelően már kevesebb is a türelme olyan szempontból, hogy őt megbecsüljék. Tehát ő már jobban a felszínen mozog, a hármas. A hármas gyakorlatilag egy szóval összefoglalva tetszeni akar. Ez nem csak fizikai tetszés jelent, de azt is nagyon erőteljesen, hanem viselkedésre. Tehát ahogy ő mondjuk úgy a jellem szintjén megjelenik, csak nála nehéz a jellemet felelni, mert ő nagyon jó színész a hármas. Az előadó nevet írtam, de nevezhetjük úgy is, hogy a színész. Szokták a teljesítőnek is nevezni, egy karrieristának. Ő az, aki szeretne sokat elérni, sokat mutatni magából. A hármas ugye a külsőségekre nagyon ad. A hármas az az, aki mindegy, hogyha nincs pénze enni, de fodrászhoz el kell menni minden héten. És vizébe szakadt farmerből nem fog mászkálni. Nagyon szépen felöltözik. Ha nincs pénze, akkor turkálóból is úgy felöltözik, mint egy filmsztár. Tehát nagyon imidzses egy hármas férfinak is, és elég nagy ruhatára van, egy nőről nem is beszélve. És mondjuk a hármas nő az, akit még otthon is kis minkelve fogunk megtalálni, mert még akkor véletlenül első van egy tükör előtt, azt meglátja magát. Tehát a hármas elsősorban önmagának akar tetszeni. Miért? Mert már egy önbizalom deficit van, tehát neki akkor van önbizalma, hogyha önmagának tetszik, és önmagával el tudja hitetni azt, hogy másoknak is tetszeni fog, és akkor tényleg. Főleg a felszínesebb szemlélőt, a hármas nagyon el tudja kápráztatni és a bűvkörébe tudja vonni. Egyébként rengeteg a nyilvánosan szereplő ember között, rengeteg rengeteg színész van, aki hármas. A hármasok hát jó színészek, mint színész és az életben is. A hármasnak a mondjuk szélsőséges formája az, hogy gyakorlatilag ritka az őszinte pillanat az életében, mert önmagának is színészkedik. Tehát ha nem látja senki, akkor is gyakorlatilag az egész életét egy láthatatlan közönségnek játssza folyamatosan. És éppen ezért pontosan a hármast, amivel fejlődni tud, amivel emelkedni tud, az pontosan az őszinteség és a hitelesség. Hogyha tényleg önmagát mutatja, meg nyilván megpróbálja saját legjobb oldalát mutatni, de hát ez minden emberre igaz, de hogyha próbál olyan szerepet felvenni, ami azért mégiscsak őról a szó az életben. Hármas. Na, Magyarországon egyébként hármasról meg a négyesről nem akarok sokat beszélni, mert Magyarországon ritka mind a kettő. A négyes, de világszinten is ritka. Tehát a négyesből kevés van. Hármasból Magyarországon kevés van, mert ez nem egy ilyen báváskodó nép, szerencsére. A magyar egyébként, ugye most vissza kell, hogy ugorjak az egyesre, ezt kifelejtettem, de fontos. A magyar alapvetően egy egyes nép. Tehát ezért nem jöttünk ki a többi néppel Európában. Nem azért, mert mi nem vagyunk se latinok, se germánok, se szlávok, hanem emiatt a stílus miatt, hogy mi mindig mindenbe bele kellett, hogy szóljunk, mindig mindent jobban tudtunk, és ugyanakkor ezért volt a rengeteg belviszá is, mert az egyessel, tehát azt nem lehet összeengedni, azt kinyírják egymást, mert mind egyik sem viseli, az ötödik legyen az utolsó szó. És a magyarság olyan, tehát hogy egy egyes nép mondjuk, az tele van egyes egyéniségekkel. Tehát még 100 évvel ezelőtt is jelen, nagyon sok volt az egyes Magyarországon, még 100 évvel ezelőtt is, de a nemességben is és a parasztságban is nagyon sok egyes volt, és ezért is volt az a sok belső viszály, sosem tudtak megjegyezni, ki legyen a király, meghalt az előző király, 10-20 felé rohantak egyről a Szent Koronával. Eredetileg egyes a magyarság, az egy másik kérdés, hogy most keszmozgásra nem van négyesben már egy. A 19. században elindult ez a folyamat, tehát elkezdte saját magát csiratni, hogy jaj, de szörnyű, és minden velünk, és mindenki ellenünk van, és a Trianon, jaj, a vesztett a forradalmak, jaj,
meghalt Mátyás, oda az igazság, a sír, hova nemzet süllyed el, stb. De hát azért is van egy önmagából kifordult állapotban a magyarság, nem tud önmagára találni, mert jelenleg négyes formában működik, ezért van ez a nagy pessimizmus is, pedig ugye magyar, mint nyilas nép, kicsit most az asztrológia felé is elmenjük. Hát a nyilasra pont nem a pessimizmus a jellemző, meg a kicsinyesség. Úgyhogy hát ez mind az önbizalom deficitből van, tehát jelenleg ugye a magyarságnak az önbizalma, hoppá, és az önbecsülése, az padlóban meglehetősen, és így most megint vissza kell, hogy menjek az elejére, mert elfejtettem elmondani, hogy mi is az önbizalom tulajdonképpen. Mert az önbizalom meg az önbecsülés nem ugyanaz. Vagy önbecsülést mondhatjuk önértékelésnek, és ez nagyjából ugyanaz. Tehát ez az, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, hogyan vélekedünk önmagunkról, hogyan látjuk önmagunkat. Az önbizalom, ugye önbizalomfejlesztő tréningre elmegyünk egy hétvégén, az önbizalmat nem lehet fejleszteni. Az önbizalom az karakter, sajátosság. Annyiban fejleszthető, hogy mindenkinek van egy tólig mozgástere. Tehát mondjuk egy 6-os, az 10-es skálán 5-ös, 6-os önbizalom szintig fel tud menni, de le tud menni akár 0-ig is. Mondjuk a 6-os még nehezen, vagy a 3-as, de le tudnak menni akár egészen 0-ig is. Tehát, hogy hol legyen a gravitációs pontja, azt lehet változtatni, úgymond, hogy hol legyen az alapszintű önbizalma, illetve hogy mennyire csökkenjen le az önbizalma, önbizalom csökkentő külső hatások miatt. De alapvetően az önbizalomnak van egy ilyen karakter szintje, amin nem lehet változtatni. Az önbizalom az egy ilyen zsigeri hozzáállás önmagához az emberben. Na, szóval, hogy kerültem ide? Ha igen, hogy a magyar egyes nép, az amerikai viszont hármas nép. Amennyire én, mert nem voltam soha Amerikában, csak láttam itt amerikaiakat Magyarországon, meg hát amit a filmeken keresztül, a videók, stb. Az internet, amit elhoz, elég erőteljesen úgy tűnik, hogy egy hármas nép, és hát csinálja is magának a hármas elnököket. A hármasnak éhes pillantása van. Szeretet és figyelemért, ilyen éhes kiskutya pillantása van. És ugye még amint oda már jól látszik, ez a hatalmas mosoly. Szeressetek! Majd az ötössel lesz sok, a Clinton is hármas volt. Most is, az csak most már nem elnök. Tehát fogom mondani a párhuzamokat az ötössel, meg a különbségeket. A hármas az nagyon meggyőzően tud mosolyogni, és akármikor. Tehát az ő mosolya az mindig szívből jövőnek tűnik, akkor is, ha csak játsza. Na, ki ez? Csók András. Hármas, a Csiszelgenő, az is hármas. David Copperfield, van egy erős kettes szárnya. De azt hiszem, hogy van olyan képem róla, nincsen. Egy pillanat? Pedig akartam, hogy legyen, de nincs. Nem tudom, hogy hova lett volna, hogy kiszelektálódott, mert mindig én próbáld be, hogy ez csak ez a bűvész imidzsének a része, ez a nagyon rejtelmes, misztikus pillantás, de amikor ezt nem csinálja, vannak róla elkapva olyan képek, és akkor látszik, akkor jól látszik a hármas a szemében, de szerintem itt is látszik egyébként, mondjuk van egy erős kettes szárnya, és az is látszik valamennyire. Fidericus, a tömény hármas. És Janet Jackson, a Jim Carrey, az is hármas. Karádi Katalin, na az érdekes neki, az eset, hogy a kettes szárnya és meg a négyes szárnya is erős volt. Tehát azért ott van egy kicsit a négyes is a szemében, a kettes, meg hát az is látszott rajta, meg már vetítettem Szepes Máriát, ő mondta róla, hogy a legáldozatkényszerűbb, legrendesebb ember volt, akit ismertem. Az egy egyes szájából nem kis dolog. Madonna. Próbál ilyen nagy hideg pillantásokat előadni, de valójában benne is ott van, látszik a szemén a hármas. Robin Williams. Igen.
nagyon-nagyon figyelemigényes ember volt. Nem úgy figyelem, a fegyelem vámpír az inkább a kedvesre jellemző, de a hármasa nem is figyelem vámpír, de nagyon-nagyon kell, hát neki a figyelem. Nem is annyira az elismerés, van akinek inkább az kell, az, hogy a személyiségben hogy jön ki. Van akinek inkább, van akinek a kevesebb figyelem is elég, de az elismerő figyelem legyen, és van akinek mindegy, csak figyeljenek rá. Tom Cruise. Vanuk Szavér. Igen. Hármas. Körbeértünk. Na, négyes, szerencsétlen négyesek. Nem sokat fogok belőlük vetíteni, mert nem lehet. A négyes melankólikusnak írtam, szoktak individualistának is nevezni, vagy költőnek. Hát költő az lehet bárhol is egyébként a rendszerben. Vagy van, amikor így nagyon egyszerűen úgy nevezik, hogy depressziós. Ezt nagyjából le is írja a négyes. A négyes az, aki ugye most itt a magyarsággal kapcsolatban utaltam rá, a négyes az az, aki szeretné azt, hogy őt szeressék, meg hogy elismerjék, csak az a baj, hogy neki már annyira nincsen önbizalma, még az ötösnél is kevesen van, a négyesnek van a legkevesebb önbizalma, tehát tízes skálán kettes önbizalomnak már örülhet. Így a 0 és 2, esetleg 3-ig felmegy, 0 és 2 között szokott mozogni az önbizalma a négyesnek. És ennek megfelelően az ilyen embernek, ahogy az valahogy érdekes módon, ahogy az önbizalom csökken, úgy romlik az önismeret is. Ez nem ilyen szigorúan összerendelt valami, de van egy ilyen tendencia. A négyes, meg az ötösnek komoly problémája van az önismerettel. Nem is tudom, hogy melyiknek pont nagyobb. A négyes az ilyen légvárakat épít önmagáról, csak azért, hogy aztán hasonlóan, mint ahogy a hármas is imidzseket épít magára, a négyes az belül próbálja az önbizalmát erősíteni. Nem is ez a célja, hogy az önbizalmát erősítse. Ő lemondott önmagáról tulajdonképpen. Tehát a négyes az tulajdonképpen folyamatosan halni készül. Ő neki az az alapállapota, hogy rosszul érzi magát. Ő abban érzi jól magát, hogy rosszul érzi magát. Ő nem lehet kimozdítani. Tehát ő meg van róla győződve, hogy őt nem lehet szeretni. Hogy ő benne nincsen szerethető és értékelendő dolog, és nincs az a pozitív megerősítés, az a siker, az az elismerés, az a szeretet, az a szerelem, az a pénz, az a nem tudom mi, amit meg tudná győzni az ellenkező. És ha nagyon sok ilyet pozitív megerősítést kap, akkor még ki is kerül a komfortzónájába adott esetben. Adott esetben még akár öngyilkosságba is tud menekülni, mert a négyes erre jellemző, tehát a négyes, kevés négyes van, mert ahhoz, hogy valaki négyes legyen, általában egy nagyon, valamilyen nagyon erős negatív hatás éri egészen kis gyerekként. Ez egy érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen a karakter az velünk születik, de mégis négy a tetten érhető, ez adott esetben mondjuk a 8-as, 9-esnél testalkaton látszani fog, tehát hogy mint egy genetikailag meghatározott, és mégis bizonyos életesemények, mint egy sorszerűen együtt járnak a karakternek a kifejlődésével, ami 2 éves korig megtörténik. Tehát a négyes általában vagy magzatkorban, vagy az élet első 1-2 évében valami nagyon súlyos trauma éri, valami nagyon súlyos élet ellenes dolog történik vele, vagy ilyesmi. És ezt nem tudja kiheverni. És a négyes kevés van, és az is mindig halni készül, és ez sokszor sikerül is neki, a négyesek jelentős része már kamaszkorban öngyilkos lesz. Bár nem elsőre. Tehát a négyesnek a lelki egyensúlyához hozzátartozik az, hogy azért időről időre öngyilkos legyen. Teátrális módon, lehetőleg úgy, hogy ne halljon bele. Azért, tehát ez a marék gyógyszerben veszek, valaki halott már olyanról, valaki így halt meg. Tehát ez a teátrális öngyilkosság, a marék gyógyszer. Mindenki tudja, hogy nem fog belehalni, csak neki az kell, hogy akkor ő most meglépte ezt a mozzanatot, hogy akkor ő most öngyilkos lett, kipipálva. És akkor ez kell neki, hogy a lelki egyensúly a helyre álljon. Gyakran eléggé ilyen szenvedélyes, kaotikus egyénység, nagyon sokszor egy művészet, általában ilyen művész lélek, és pontosan ami által kicsit fejlődni tud, meg kilépni ezekből a
vagy hajlítani ezeken a sémákon egy jobb irányba, az a kiegyensúlyozottság. És hát az önismerettel való törekvés, mert nála ez nem annyira horrorisztikus dolog, mint az ötösnél, majd mindjárt jönni fog az ötös. Úgyhogy ő, még hogyha nagyon rászánja magát benne, inkább a motiváció hiányzik az önismeretre, mert ő jobban szereti ezt a régváraiban élni. De hogyha rászállja magát, akkor ő tud valamennyit javítani az önismeretén, és akkor kiegyensúlyozottabb tud lenni. Na, négyesei. Igen, Edith Piaf. Kevés négyes van, híres négyes főleg, akit mutatni tudok, mert hát ezzel a hozzáállással nem sokra lehet vinni az életben, ami a négyesnek van. De az egy művészpályán tudnak valamit felmutatni. Ugye, a Andersen, Liszt Ferenc. A négyesnek fájdalmas pillantása van. Mondjuk itt... A Seres Rezső. Na, igen, ő is öngyilkos le. A Andersen, hát a Liszt Ferenc mondjuk nem lett öngyilkos. Andersen öngyilkos, hát halálra itta magát. Hát a négyes az, ugye, hát az egyes, a négyes, mert a hatos van leginkább veszélyeztetve alkoholizmus szempontjából. Na, ez jelentéktelen figyelkét, képes vagyok elfelejteni, az ő a Seres Rezső. Képes vagyok elfelejteni, hogy melyik. És ez a Salvador Dali, igen, az egyetlen normális kép, amit találtam róla, ahol nem ilyen szemekkel néz, hanem normális módon. Ugye a négyesnek fájdalmas pillantása van. Kevés négyesbe fogunk belefutni az életbe. Csokonai, hát gyorsan megnézzük, most majd ha végén jut egy idő, akkor lehet ilyen vizéket, hogy na ki hanyas volt, meg a videó alá is lehet beírni, csak ne nagyon árasztok el ilyenekkel, mert se vége, se hossza képek, hát nem, az a baj, nem. Az a baj, és az jó is, hogy szóba kerül, az a baj, hogy a pillantást igazából fénykép adja vissza. Még jobban a videós, még annál is jobb, hogyha élőben találkozunk. Tehát az a biztos, hogyha élőben látjuk. Ha nem látjuk élőben, például Emma meghalt, akkor legalább legyen róla videó vagy filmfelvétel, de legalább egy fénykép. Aki még a fényképezés feltalálása előtt meghalt, vagy egyéb okból nem készült róla a fénykép, annál csak találgatni lehet. Most valaki lerajzolta, megfestette, vagy jól találták el a karaktert, vagy nem. Tehát szokták mondani, mit tudom én, XY, nem tudom kicsoda, hogy Julius Caesar, nem tudom, 1-es volt, vagy 8-as volt, vagy nem tudom, ezek csak találgatások. Akinek nem látjuk a pillantását, ott nem lehet biztosat tudni. Valamikor eléggé valószínű, de biztosat csak a pillantás alapján lehet mondani.